békességet. Szeretettel üdvözlöm a kedves testvéreket. Nagyon örülök, hogy nagy szerdán is együtt mehetünk az Úr Jézus Krisztus mellett, és követhetjük a nagy heti eseményeket. Kezdjük hát el. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, a mi Jézus Urunktól, úgy legyen. Amen. Drága Urunk Jézusunk, köszönjük szépen, hogy melletted lehetünk. Köszönjük szépen, hogy felfeded a titkokat, a történéseket. Láthatunk téged, és add a te lelked erejét, hogy értsünk is téged. A körülötted zajlódó eseményeket, a régmúltban, gondolataidat, a gyülekezet, a jeruzsálemi népnek a hozzáállását, gondolkodását, a tanítványoknak a reagálásait, és mutasd meg mindezeket együttvéve, utána mutasd meg, hogy ez hogyan szól nekünk ma. Hadd értsük meg, hogy mi zajlódik bennünk egyen-egyenként, ahogy látunk téged, ahogy melletted haladunk, és a tanítványok körében vagyunk. Adj nékünk, kérünk, elég csöndet, nyugalmat és békességet, hogy értsük, hogy mindez hogy hat ránk, hogy tanít bennünket, és hogy hív elköteleződésre. Úgy legyen. Amen. A Lukács írása szerinti Szent Evangélium 21. részéből és a Mátéból nézzük meg a nagy szerdai eseményeket. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, Jézus Urunk így szólt. Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kőkövön, amit le ne rombolnának. Ekkor ezt kérdezték tőle. Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez megtörténik? Ő pedig így válaszolt. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt, az idő közel. De ti ne kövessétek őket, és amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. De még ezek előtt kezet emelnek rátok és üldöznek titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is. Egyeseket meg is ölnek közületek, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelkeket. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása. Akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözzenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Ezek ugyanis a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kard élre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban.
Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony, mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott töltötte az éjszakákat. Kora reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a templomban. Így van tehát a Lukács evangéliuma. Máté evangéliuma még hozzáteszi, hogy példázatokkal is tanít nagy szerdán Jézus Urunk, a 10 szűz példázata hangzik itt el, az okos és a gonosz szolga példázata, illetve a talentumok példázata. A talentumok példázata után szól az utolsó ítéletről, és annak az a vége, hogy a választottakért megrövidítetnek ezek a napok. Mikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz, tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz a Páska ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítessék. Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, és elhatározták, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép között. Máté evangéliuma és Lukács evangéliuma erre az időre teszi Jézus megkenetését Betániában. János evangéliuma korábbra, a virágvasárnapi bevonulás elé. János evangéliuma Lázár testvérét, Máriát nevezi meg, aki nárdus olajjal megkente Jézust. A többi evangélium pedig így szól erről. Mikor pedig Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás, hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. János evangéliuma meg is nevezi Júdást, hogy ő volt az, aki a pénzt kezelte, és olykor lopott belőle. Mikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt, mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Így ér véget a nagy szerda, és nagy csütörtök már a Páskára való teljes készülés, a holnapi napnak az igéje.
Drága testvéreim, Jeruzsálem pusztulásáról szólt Jézus 70-ben valóban, Titus seregei megtámadják Jeruzsálemet, és leég a templom, kőkövön nem marad. Ebben az igerészben, vagy ezen a napon az utolsó ítéletről is tanít Jézus, és az ő visszajöveteléről. Jeleket mond. Érdemes a Dániel 9-et megkeresni, amikor a nagy utálatosságról van szó, aki a jeruzsálemi templomban megjelenik, és képmását imádni kell. Érdemes elolvasni Jelenések 6. részét, a 7 pecsét feltörése van ott, és a 7 pecsét feltörése utáni ítéletek, igen, egybehangzóak a Jézusi utolsó idők ítéleteivel, illetve jeleivel. Érdemes elcsendesedni, kutatni, keresni, de meg ne ijedjünk, mert azt mondja Jézus Urunk, bár ezekben az időkben az ő visszajövetele előtt az övéit üldözni fogják, kegyetlenül, és sok vértanú lesz, az övéért, a választottakért megrövidítetnek ezek a napok, és az övéit megmenti. Nem kell tehát nekünk félnünk, ezért imádkozzunk. A jelek között felsorolt betegségek is, járványok is, földrengések is, nem is olyan régen hallottunk ilyenről is, egy világjárványban vagyunk most is, nem mintha be kellene azonosítani ezeket a jeleket, de józanul gondolkodva, és ezért imádkozzunk, hogy a józanság és bölcsesség és szeretet lelkét megkapjuk az Istentől. Azt mindenképpen látjuk, hogy az idők azért közelednek, és Jézus készíti a világot, készíti az övéit. Határozottan tanúságot kell tudjunk tenni, és őrizni kell a szívünket, hogy meg ne keményedjen, és el ne forduljunk, meg ne ijedjünk a történések láttán. Hajtsuk hát meg fejünket, és mindezért imádkozzunk. Így nagy csütörtök estéjén. Kegyelmes Urunk Jézus Krisztusunk, köszönjük szépen, hogy tanítasz bennünket, és hogy mindig időben szólsz, mindig időben felkészíted a tieidet az elkövetkezőkre. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy ez a világ nem csak céltalanul zajló életet mutat, hanem tudatos, a visszajöveteledre való várakozás és készülődés ideje, ez a kegyelmi idő. Tudjuk, akik a tieid vagyunk. És készülünk, Urunk, a veled való találkozásra mindenképp. Ebben az adventben élünk, nagy hétben is, és életünk minden napján. Köszönjük szépen, hogy bátorítasz bennünket, nem hagysz bizonytalanságban. Bátorítasz a várakozásra, és hogy értsük az idők jeleit. Józanságnak, bölcsességnek, erőnek és szeretetnek lelkét, a Szentlélek, Úr Isten jelenlétét kérjük az életünkbe. Küld el, kérünk, drága Jézus, hogy valóban értsünk, és ne féljünk, hanem tanúságot tegyünk, erősen és biztosan álljunk, bátorsággal nézünk szembe az elkövetkezőkkel, merjünk bizonságot tenni te rólad szorongattatott helyzetben is. Bízzunk a lélek erejében, hogy amikor kell, megadja, hogy hogyan tegyünk rólad bizonságot. Imádkozunk a szeretetnek lelkéért, hogy meg ne keményedjen a szívünk a félelemtől és az összezavarodottságtól. Imádkozunk, Urunk, hogy teljes bizonyosságunk legyen
Hittel és hálával köszönjük már most meg, hogy az utolsó idők nagy próbáit és az ítéletet megrövidíted a tejeidért, hogy megmaradhassanak. Segíts nekünk, kérünk, hogy minél többeknek bizonságot tegyünk erről az igazságról, hogy ne, mint éjjel a tolvaj, ne úgy jöjjön el az az idő, hanem szeretettel tudjunk visszavárni téged, és erre tudjunk tanítani mindenkit, a családunkat is, szeretteinket is, mindenkit, akit mellénk adsz, akiért felelősséget kell vállaljunk. Krisztus nevében kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg bennünket, és könyörülj rajtunk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldjon és őrizzen mindannyiunkat, és nagy csütörtökön különösen is kérem, hogy legyünk együtt, hiszen az úrvacsora osztásra készülünk együtt, a húsvéti otthoni úrasztal a terítésre, páska vacsorát vesszük végig, és az úrvacsora szereztetése a holnapi történés lényege. Isten áldjon és őrizzen mindannyiunkat. Köszönöm, hogy együtt voltunk, drága testvéreim. Áldás békességet!